A jól működő civil közösségek léte egy település életében növelik a város erejét abban a tekintetben, hogy nő a megtartó erő. Tudják ezt Bátaszéken is. Nem véletlen, hogy minden év elején részletes tájékoztatón vehetnek részt, melyen az aktuális év legfontosabb kérdései, a finanszírozás, a városi programterv és a város fejlesztésének tervei kerülnek terítékre. Mindezek megítélése fontos iránymutató a városvezetés számára. Kemény Lajos alpolgármester is civilként került a közügyek közelébe, még a rendszerváltás környékén. 1990-ben az első önkormányzati választások voltak Magyarországon, gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt, akkor én egy civil szervezetnek a jelöltjeként kerültem be abba az első önkormányzatba, és nem is kevesen kerültünk be, tehát akkor meghatározó volt egy olyan bátaszéki szervezetnek, Bátaszékért Közéleti Egyesületnek a képviselő csoportja, akik annak idején bekerültünk, mert akkor azt gondoltuk, hogy a civil szervezeteknek döntő szerepe kell, hogy legyen egy önkormányzatiságban. Én ma is azt gondolom egyébként, hogy a civil szervezeteknek döntő szerepe kell lennie az önkormányzatiságban, és miután elég változatos civil szervezetei vannak Bátaszéken, én azt gondolom, hogy nagyon fontos a mai világban is az, hogy a civil szervezetek akár kulturális, akár identitás, nemzeti identitás terén, akár sport terén, akár hobbik terén, akár idősek terén, tehát gyakorlatilag eltérő életkorok terén fontos szerepe kell, hogy legyen a civileknek, és az önkormányzatoknak, az önkormányzatiságnak ezt a civil szerveződést, és benne együtt az itt élő embereknek az elképzeléseit ki kell szolgálniuk. Kemény Lajos véleménye szerint a civil világ szerepe, hogy társadalmi kontroll alatt tartsa a mindenkori önkormányzatokat. Az önkormányzatiság az nem csak arról szól, hogy mondjuk 4, illetve jelen pillanatban 5 évente választanak az emberek, és akkor 5 év után, ha nem tetszik a választásuk, akkor megváltoztathatják ezt a választásukat, hanem arról is szól, hogy időközben, gyakorlatilag ha kell évente, vagy annál sűrűbben is, beleláthassanak azokba a lapokba, amelyeknek a keverésében szerepük volt annak idején, amikor választottak. Gyakorlatilag el kell tudni nekünk magyarázniuk, illetve nekünk érzékelnünk kell azt, hogy a civil szervezeteken keresztül nekünk milyen feladataink vannak. Tudni, hogy ők fogják ezt közvetíteni. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Egyesület elnöke úgy tartja, nem a kontroll a fontos, hanem a szoros együttműködés. Egy egészséges egyensúlyt kell inkább megtalálni. Nem is annyira kontrollra gondolnék én, hiszen ez mind a két fél számára kölcsönösen előnyös, tehát mindenképpen élvezzük a közös munkának a gyümölcseit. Bátaszéken civil szervezetként nagyon jó viszonyt ápolunk a településünk önkormányzatával, városunk vezetésével. Nagyon sok támogatást kapunk a városunktól, ami nem feltétlenül mindig anyagi jellegű. Nagyon sok olyan segítséget kapok, hogy gondolok itt olyanra, hogy mondjuk eszközeinket, felszereléseinket mozgat a városüzemeltetési iroda. Adni pedig a legtöbbet mi a tánccsoportunkon keresztül, illetve a munkánkon keresztül tudunk, a fúvószenekarunkkal, amikor a városi rendezvényeken részt veszünk, és próbáljuk a magunk módján emelni a rendezvényeknek a színvonalát. Bátaszéken nagyon szerencsésnek érzem azt, hogy sok civil szervezet van, nagyon aktívak a civilek, és egymással is jó viszonyt kell ápolni, erre törekedni kell, hiszen mi civilek valamilyen szinten, illetve várospolgárok valamilyen szinten mindenképpen tartozunk egy civil szervezethez, és mi alkotjuk a várost, tehát ezért fontos ez. Bátaszék legnagyobb civil szervezete a Horgász Egyesület. Péter Géza elnök saját bőrén tapasztalja az önkormányzati munka és egy szervezet vezetésének nehézségeit, lévén mindkettőnek részese. 15 óta elindult egy olyan kezdeményezés az önkormányzat részéről, hogy a helyi civil szervezeteket megpróbálja ugye anyagilag is, nem csak anyagilag is támogatni, és ugye minden évben ez megtörténik. Egyrészt benne vagyok, mint önkormányzati képviselő, folyamatosan figyelemmel tudom kísérni a civil szervezeteink működését, illetve ugye a Horgász Egyesületen keresztül érdekelve is vagyok ugye ebbe a dologba, és ennek rengeteg pozitív
kisugárzása van ennek a támogatásnak, ugye a civil szervezeteknek a mindennapjait könnyíti ugye ezek a támogatásokkal kapcsolatban, és ugyanez van a Horgász Egyesületnél is, ugye mert ezekkel a pénzügyi támogatásokkal olyan feladatokat meg tudunk csinálni, amit ugye önerőből nem biztos meg tudnánk csinálni, és én úgy látom, hogy az önkormányzat fölkarolta a civil szervezeteit, és nem csak ez az anyagi segítséggel, hanem más dolgokkal is ugye próbál segíteni a szervezetének. Ugye a Horgász Egyesületnél is ugye a vízszerzéssel kapcsolatban ugye körülbelül egy 5 éves munká előzte meg azt, hogy a Horgász Egyesület hozzá tudott jutni a bányatóhoz, és ott tudja a horgáztatást végrehajtani. Tehát ebben igen nagy szerepe volt az önkormányzatnak is, mert a Horgász Egyesület, mint egy civil szervezet nem biztos, hogy ezt az eredményt el tudta volna érni egy magába. A civil szervezet vezetője elvárja, hogy amit a város anyagilag is, amit tud, az segítse a civil szervezeteit, illetve hát a civil szervezetek is ugye a város életében rengeteg pozitív dolgot tudnak véghez vinni, tehát a városi rendezvények, várostakarítás, különböző programokon ugye meg tudnak jelenni a civil szervezetek is. Úgymond egy kicsit vissza is tudnak adni a városnak valamit, amit kaptak támogatást abból. Ezek a találkozók a partnerség megerősítését célozzák, mondja Kemény Lajos. Arról a partnerségről, hogy az önkormányzat partnereknek tekinti a helyi civil szervezeteket, és igyekszik valamiféleképpen az ő elképzeléseiknek, illetve az ő mögöttük, a szervezetek mögött álló embereknek az elképzeléseit megvalósítani, amennyire a lehetőségei adják, anyagilag támogatni ezeket. Ha egy megtartó erő, akkor én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy erős város az, amelyik a civil szervezeteivel jó kapcsolatokat épít, illetve a civil szervezeteket támogatja, fordítva a civil szervezetek viszont támogatják az önkormányzatot.